Évek óta szerette volna segíteni a sátoraljaújhelyi tehetséges diákokat, és idén a gyermekeinkért sátoraljaújhely alapítványon keresztül el is indít egy új ösztöndíjrendszer Szamosvölgyi Péter, jelentette be mai sajtótájékoztatóján. Támogatását ebben az évben 12 diák élvezheti. A 4 középiskola havonta jelöl ki egy diákot, akik 15 000 forintot kapnak. Így a 4 intézmény 3 diákot jelölhet. A cél a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók segítése. Ez egy nagyon jótékony hatást fejt ki annak okán, hogy a diákoknak, a szülőknek hozzájáruljunk egy-egy hónapban a tanulási kiadásainak a csökkentéséhez, és ugyanakkor elérjük azt, hogy egy egészséges versenyszellem is kialakuljon. Másrészt azt gondolják és azt érezzék a fiatalok, hogy odafigyelünk rájuk, még ha egyelőre csak szimbolikusan is, és hát azért kimondva kimondatlanul ezért azt is elvárjuk, hogyha lesz olyan munkahely, lesz olyan lehetőség, amit majd az iskola az egyetem elvégzése után itt fel tudnak nekik ajánlani, akkor szülővárosukat vagy lakóhelyüket választják és visszajönnek sátoraljaújhelyébe. Az ösztöndíj kezdőtőkéjét Ignác András vállalkozó biztosította, aki a további években is támogatni kívánja ezt a célt. Az alapítvány, amelynek elnöke a polgármester, más forrásokat is szeretne felkutatni az ösztöndíj kiterjesztésére. Úgy tervezik, hogy az iskolák által kijelölt diákok egész évben megkapnák az ösztöndíjat. Nem csak iskolánként 3 alkalommal egy éven belül, hanem 12 hónapon keresztül a kiválasztott diákok kapják majd az ösztöndíjat. Most ugye 15 000 forinttal indul. Lehet, hogy jövőre is ennyi marad, csak azt szeretnénk, hogy minden diák minden hónapban megkaphassa majd ezt a díjat. Ezt persze fel kell tölteni erősen a bank számláját az alapítványnak. Törekedni fogunk az éven, hogy a 2016-ban így indíthassam el ezt a már fejlesztett és nagyobb forrással rendelkező programot. Az első ösztöndíjast a Kossuth Lajos Gimnázium növendékei közül jelölik ki hamarosan.